Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai vándorgyűlés születésnapjának ünnepén. Azt a felkérést kaptam, hogy az agrárgyiumról és az aktuális agrárkérésekről néhány gondolatot mondjak el önöknek. Egy elég hosszú anyaggal készültem, ez nem 20 perc, ez legalább egy óra, hogyha meg szabadon beszélek, akkor még több. De ettől meg szeretném önöket kímélni, és megpróbálom az idő korlátba megtenni azokat a legfontosabb talán kérdésfelvetéseket, amely bennünket érint, mint agráriumban szereplőket és az agráriumért felelősséget érző, nyugodtan mondhatom, hogy agrárpolitikusokat is. Ugye az Agrárminisztérium az 2022-es statutum után új területekkel rendelkezik, szakterületekkel, ez pedig a kereskedelem, élelmiszeripar a mezőgazdaságon kívül. Ez egy új helyzet, egy új lehetőség, hosszú évek óta feltett szándékunk volt az, hogy egységesen kezeljük az agráriumnak ezen területeit, és ez most természetesen nem kiforva, de egyértelműen ez a tendencia a minisztérium munkájában már látszik, megfelelő szakirányításokkal, szakterületeknek a vezetésével. Akkor, amikor mezőgazdaságról beszélünk, ugye én erről nagyon sokat tudok, mert gyakorló szakember vagyok már most már több mint 41 néhány éve, tehát ebbe el tudok veszni, de mégis azt kell mondanunk, hogy a COVID-járvány volt, és annak a utózöngéje, ami bennünket, az agráriumot szerintem társadalmilag egyre magasabb szintre emelt. Ez ha tetszik, ha nem, én megéltem azt, amikor az agráriumban, a mezőgazdaságban dolgozók, szakemberek, hát azok olyanok voltak, nem volt különösebb hangsúly ránk fektetve, mindenki végezte a dolgát, de most felértékelődtünk, és nem véletlen, amikor arról beszélünk, hogy stratégiai ágazattá vált a mezőgazdaság, és ezen belül is ugye az élelmiszer ellátás talán nagyobb figyelmet és nagyobb, azt nem mondom, még támogatást is, de nagyobb figyelmet kaptunk, és nagyobb társadalmi elismertséget, megbecsülést. Ez nagyon hiányzott az agrártársadalomban mindenki számára. Nagyon fontos arról is szólni, hogy ez a társadalmi megbecsülés, ez egyben felhívta a figyelmet a mezőgazdaságnak a különböző szakterületein végzett munkára, és nem utolsó sorban a jövőkép kialakítására. Ha nagyon egyszerűen meg akarnám fogalmazni, hogy mi a jövője a magyar mezőgazdaságnak, akkor néhány mondatba erre vállalkozom, ami biztos, hogy vitát fog kiváltani, de hát gondolom azért vagyunk itt. Elsősorban megfelelő minőségű, mennyiségű, biztonságos élelmiszer előállítás. Ez úgy szép hangzik, de ebbe óriási tőke, óriási munka és befektetés van. Emellett meg kell tartanunk a vidék népesség megtartó erejében azt a társadalmi csoportot, akik mezőgazdasággal, illetve most már ugye a kereskedelemmel részben és a élelmiszer feldolgozással is foglalkoznak. Akkor, amikor előbb Varga miniszter úr a foglalkoztatásról egy néhány számot felvetett, vagy felvetített, abban is látszik, hogy nekünk ebben óriási szerepünk van, hogy az a bizonyos foglalkoztatási rátába mi legalább ilyen szinten továbbra is megmaradjunk, mint agrárium. Ami annyit jelent, hogy a vidéki népesség foglalkoztatásában komoly szerepünk van, abban, hogy a helyi lakosok a kis településeken vagy a városokban, kisebb városokban élő emberek megtalálják a számításukat ezen a területen, ebben a szakágban, ebben a nagyszerű világban, ami nem is szakterület igazán, hanem talán mondhatnám azt, hogy életforma is. Ugyanakkor arról is beszélnünk kell, hogy amikor megtartjuk a népességet, milyen jövőképben, milyen fejlődésnek lehetünk az alakítói. Ugye beszélhetünk itt majd a stratégiáról, ami napokon belül várhatóan elfogadásra kerül Brüsszelben. Talán ez az egyetlen egy olyan szakterület, amiben legelőrébb vagyunk az egyeztetések területén. Ez úgy gondolom, hogy a szakembereinknek, a kollégáinknak a munkáját is elismeri. Mégis azt kell mondanom, hogy nekünk, amikor azt is megfogalmaztuk, hogy
20 vagy netalántán 25 millió embernek akarunk biztonságos élelmiszert előállítani. Ez egy merész kijelentés, főleg akkor, amikor ebben az évben ez az évszázad aszálysújtotta országok közé tartozunk, és még ráadásul pont ez a Dél-Alföld közepe, ez a legsúlyosabban aszálysértett terület, hogy ilyen merész kijelentéseket merünk tenni. Igen, merünk, mert ilyen azért nem fog megismétlődni minden évben. Az, hogy van klímaváltozás, van éghajlatváltozás, a különböző csapadékhullámok azok érdekes módon most nem csak bennünket, hanem Európa számos területét is elérte, mármint ennek a hiánya, most pedig a jövő hétre már országos Európára jellemző esőket mond a meteorológia. Tehát ebben van egy érdekes világ, de ennek, ha nem akarok elveszni a részleteiben, erről megvan a külön véleményem, de ez nem szakvélemény, ez egy privát és nem is minisztériumi álláspont. Erről csak ennyit. Azt is, arról is beszélnünk kell, hogy ez a jövőkép, ami a mezőgazdaság előtt van, milyen lesz. Főleg akkor, ha ilyen krízisek vannak, mint akár a Covid, ez szerintem bennünket a legkevésbé érintett, ha fogalmazhatok így. Ugyanakkor már az a február 24-én bekövetkezett háború, ami azóta is folyamatosan tart, ennek a hatását már az agrárium komolyan érzi, és legjobban most jelen pillanatban ugye az aszálynak a hatásait. A háborúról majd biztos sok szó fog esni. Magyarország eddig korábban nagyon komoly export, agrárexportot bonyolított le. Azon kevés évek közé tartozik 2022, amikor ez az export lecsökken, minimalizálódik. Gyakorlatilag a étkezési búzából sikerült annyit betakarítani, amennyire szüksége van az országnak. Minimális export. Takarmány kukorica a másik 1 millió hektáron vetett terület, ami nagyságrendileg meghatározza az agráriumot, ott viszont úgy tűnik, hogy nem lesz elég. Ilyenre nem volt példa. Miért nem elég? Fel lehet tenni a kérdést, holott ennek érdekes összefüggései vannak, mert hogyha megnézzük az állatállományok változásait, az állatállományok szinte kivétel nélkül mindenütt 2-3-5%-kal csökkentek az elmúlt évek folyamatos tendenciái alapján, és mégis kevés. Hát itt a izocukor, keményítőgyártás, stb. Ez itt közbe lép, annak a felhasználása komoly tételeket von el ebből a takarmánymérlekből, vagy megtermelt kukoricamennyiségből, és bizony-bizony exportról nem beszélhetünk, és itt majd biztos, hogy erről is szó lesz, hogy Ukrajnából milyen mennyiségű kukoricát tudunk, vagy más országokból behozni ebbe az országba, hogy megfelelő takarmányellátást tudjunk biztosítani. Számtalan összetevő van. Akkor, amikor kialakultak a világpiaci árak, és a világpiaci árak alacsonyabbak jelen pillanatban, mint a magyar felvásárlási árak. Egy ilyen tendencia régen fordult elő, vagy én nem is emlékszem. A magyar gazdák még mindig inkább tartogatják ezt a árumennyiséget jelentős részben, amit megtermeltek. Na itt a következő kérdés, ami felvetődik, hogy hogy van ez akkor? Akkor hogy miről van itt szó? Van itt baj, vagy nincs baj, vagy mi van itt most? Hát azért mondjuk meg őszintén, hogy elmúlt években, akik hatékonyan gazdálkodtak, azért és megfelelően befektettek, ha fogalmazhatok így, akkor ezek a gazdálkodók bizonyos tartalékokkal rendelkeznek, vagy rendelkeztek eddig. Ezek a tartalékok ilyen helyzetekben nagyon sokat segítenek. Akkor, amikor gazdálkodókról beszélünk, gazdákról beszélünk, a szó fogalmában is benne van az, hogy gazdálkodni. Tehát egyik évbe félretenni, másik évbe fejleszteni, illetve minden évet újraindítani. Tehát ez azért a korábbi években úgy nem nagyon foganatosult a fejekben, de ma már, amikor ezekkel a korszerű technikával, amelyek nyugodtan mondhatjuk a világ élvonalába tartozik, amit a magyar mezőgazdaságban használunk, ezek azért olyan technikák, technológiák, amelyek messze-messze túlmutatnak azon, hogy amikor hatékonyságról beszélünk, ezekben benne vannak ezek a lehetőségek, mind a precíziós gazdálkodás, digitalizáció fogalmunk körében, amit mi használunk. Messze-messze az egyik legnyugodtan mondhatom modernebb
technológiákkal rendelkezők a magyar gazdák, gazdatársadalom. És amikor növénytermesztésről beszélünk, ez tökéletesen igaz, amikor állattenyésztésről beszélünk, szintén igaz, és amikor kertészetről beszélünk, az is igaz. Sőt, mondhatnánk azt itt a kertészetről, épp a múlt héten volt itt Szegeden egy találkozó, egy tanácskozás szakemberekkel, egy új tendencia, új lehetőség, komoly paradicsom export szállítmányok indultak el nyugati országok fele, illetve észak fele. Ez, mi ennek az eredménye felletnek? Vagy hogyan jutottunk el idáig? Úgy, hogy az elmúlt években a kertészet támogatására nyújtott lehetőségeket kihasználva a kertészek nem csak a geotermális energiát használták, hanem megfelelő felületeket bővítettek, építettek, technikákkal, technológiákkal, aránylag megfelelően képzett szakemberekkel, és ezzel tudják ma elérni azt, hogy azon kevés kis ágazatok közé tartozik a kertészet, aki exportra is tud termelni. Ez egy nagyon szép, és hogyha megnézzük ezt a tendenciát, és itt belekapcsolódhatunk a mai világpolitikai eseményekbe, vagy Európa politikai eseményekbe, a brüsszeli szankciók hatása hogyan érinti pont a magyar kertészeket úgy, hogy egyre több holland és dán kertész jelentős részben nem tudja kifűteni a házait a magas energiaárak miatt. Nekünk itt a Dél-Alföld, és ez a Dél-Alföldre vonatkozik, ezt azért szeretném mondani, itt a Dél-Alföldön a geotermális energia felhasználásával megvannak ezek a csodálatos lehetőségeink, Isten adta lehetőségeink, amellyel mi versenyképesek tudunk lenni Európába. Sőt, én még azt is merem mondani, hogyha ezek a fejlesztések, amelyek a kertészeti ágazatban vannak és lehetőségként felmerülnek, és egyre jobban ki is használják a kertészek, akkor átrendeződhet akár a primőr zöldségpiac helyzete is Európában jelent. Nem minden növényre igaz ez, de mondjuk a paradicsomra és a paprikafélékre igen. Tehát vannak lehetőségeink akkor, amikor kihasználjuk azokat az alap lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre állnak megfelelő szaktudással. Van egy másik nagyon fontos kérdés, amiről nagyon szükséges megszólalni és beszélni, ez pedig nem más, mint a szakképzés helyzete. Az, hogyha mi fejlődni akarunk, előrébb akarunk lépni, sőt, ezeket a célokat, amik így nagy vonalak belül felvázoltam, el akarjuk érni, ahhoz megfelelő szakemberekre van szükség. Éppen ezért fontos, hogy az az agrár szakképzési rendszer, ami az új szakképzési törvény alapján beindult, és megvan az 5 szakképzési centrum, itt a Dél-Alföldön is van, Csongorád központjában egy, és az ország egyéb területein is megvannak ezek a szakképzési központok, amelyeknek az a célja, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik nem az elmúlt 50-70 évnek a technikáján tanulják meg a szakmát, hanem a legmodernebb új technikákkal, technológiáknak az alkalmazásával, magyarul az első perctől kezdve mondhatni azt, majdnem 100%-ban kihasználható ezeknek a fiataloknak a tudása, a szakterületen elvégzett munkája. Tehát ezért is fontos, hogy egy új dimenzióba léptünk, egy új lehetőséggel élünk, és meggyőződésem, hogy ez a generáció, ez tovább fogja vinni azokat az elképzeléseket, amiket már mi, szabad ilyen személyes dolgot mondani, kiöregedett generációt le fogja váltani, és tovább fogja vinni. A magyar mezőgazdaságban szerintem óriási potenciál van. Állattenyésztésben is azok a új korszerű telepek, technológiák mind alkalmazásra kerültek, amelyek meg tudják teremteni az én előbb említett több millió embernek az élelmiszer szükségletét. Akár baromfiban, akár sertésben, akár szarvasmarhában, tojástermelésben. Itt miniszter úr felvetett egy gondolatot, vagy csak úgy utalt rá a KKV-knak a támogatása. Ez bennünket is érint a mezőgazdaságban jelentős részben. Ugye vannak olyan szakágazatok, ha szabad így fogalmaznom, vagy alágazatok, akik igen komoly energiafelhasználással bírnak. Visszatérve a kertészet, ez például a pótmegvilágítás kérdése és egyéb, ugye ez mind azt jelenti, de van ennél egy sokkal energiaigényesebb ágazat, amiben Európában
egyre jobban, hogy mondjam, levertük a szöveket, egyre meghatározóbbá váltunk. Nem tudom, tudják, hogy mire gondolok, de segítek. Ez pedig a gomba ágazat, akármilyen furcsán is hangzik. Nagyon komoly gombatelepek épültek és épülnek az országban, ahol ugye kimondottan elektromos áram segítségére épül ez a tevékenység, tehát itt ezek az ágazatok, ezek a tevékenységek is támogatásra fognak kerülni. Annyit szeretnék még elmondani, az idő rendkívül módon telik, hogy az a közös agrárprogram és stratégia, amely alapján mi a magyar mezőgazdaság erejét szeretnénk tovább növelni, és azok a környezeti hatások, nem csak környezeti, hanem a zöldeknek, ha szabad így fogalmazni, nem vagyok zöld párti, én egy kicsit elfogult vagyok a másik oldalon, de hát ez legyen az én bajom, de ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy természetesen, hogy vannak olyan kritériumok, vannak olyan feltételrendszerek, amelyeket pont a fenntarthatóság érdekében, a hosszú távú biztonság érdekében egyre jobban be kell tartanunk. Ez efelől nincs is kétségem, csak egy a lényeg, hogy ebben megtalálni azt az összhangot, hogy azoknak a feltételeknek megfelelve mégis tudjunk annyi élelmiszert, illetve alapanyagot gyártani Magyarországon, vagy előállítani, amire szükség lehet. Amikor élelmiszeriparról beszélünk, óriási fejlesztési források állnak rendelkezésre, és álltak rendelkezésre a feldolgozásban is, jelentős részben kihasználásra is kerülnek ezek. Vannak források, amelyek ma is nyitva vannak, tehát ebből a szempontból egy nyitott pálya az agrárium, ha fogalmazhatok így. Óriási lehetőségek vannak, és biztos vagyok benne, és azok az új támogatási összegek vagy csomagok, amelyek szintén még ezekben a nehéz pillanatokban is rendelkezésünkre állnak, ezek mind azt a célt szolgálják, hogy Magyarországon, ahogy a bevezetőben is említettem, biztonságos, megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszert tudjunk az emberek asztalára rakni. Ez a legfontosabb cél, ebben nincs pardon. Nem lehet az, hogy van egy-két kirívó eset, amikor a valamilyen problémás élelmiszert találnak, az 1% alatti az ezrelékbe kifejezhető az összeáru mennyiséghez képest. Arra törekszünk, hogy legalább a polcokon 80%-ban magyar élelmiszer legyen az elkövetkezendő időszakban. Ehhez természetesen ezeket a fejlesztéseket tovább kell folytatni. Vannak furcsa ötleteink is, ha szabad így fogalmaznom, vagy nem is furcsa, hanem részben elővesszük a régit, és azt új formába öntjük. Öntözésfejlesztésben tovább kell lépnünk. Remélhetőleg ebben a hónapban, vagy jövő hónap elejére már egy konkrét vízgazdálkodásról szóló fejezettel is gazdagabbak leszünk, amit szeretnék a kormány elé beterjeszteni. Ebben gyakorlatilag mintegy 400.000 hektár öntözésre berendezett területtel számolunk 2030-ig. Ha még egy pár plusz ötletünk is bejön, gondolok itt akár a csongorádi vízlépcsőre, én kimerem mondani, nem félek ettől a gondolattól, vagy a bökényi duzzasztóról, akkor kérem szépen részben megoldható a homokhátságnak is a kérdésköre, ami nem csak öntözést jelent, hanem a talajvízszint emelését megfelelő tározókkal, bögékkel kialakítva ezt a rendszert tudunk egy olyan belső Kárpát-medencei, de talán a Dalföldre leszűkítve egy olyan mikroklímában is változást bekövetkező tevékenységet folytatni, amely úgy gondolom, hogy nagyon fontos, csak egy szakmai kérdés, egy apróság, sokan ezt nem tudják, önök jelentős részben közgazdászok, ezért újat mondok önöknek, mi kell egy kukoricához, hogy szép termés legyen? Az, hogy víz, talaj, műtrágya, stb. Ez kép, ember, ez mind mellékes. Páratartalom. Ahhoz, hogy egy kukorica csövön a megfelelő bibe és porzó egymásra találjon, megköt, nem akarok részletekbe elveszni, és abból kialakuljon egy kukorica szem, ehhez párára van szükség. Éppen ezért fontos az, hogy olyan mikroklímátkat próbáljunk a tározókkal is, és a vízfolyásaink visszatartásával is kialakítani, ami megfelelő mikroklímát ad, ami óriási segítség a megfelelő termésmennyiségek eléréséhez. Tehát szükség van vízvisszatartásra, a belvizeknek a megmentésére, a különböző csatornahálózatok felújítására, ebben rendkívül módon elmaradtunk,
és ebben egy nagyon komoly gondot láttam, akár, és ebben önkritikát is lehetne mondani, a kárpótlás során 1992-93-94-ben ezek a területek akkor berendezett 350-60 ezer hektár visszament 100 ezer hektára. Ez egy, most nyugodtan mondhatnám, hogy történelmi bűnünk az akkori gazdasági vezetőknek, vagy politikai vezetőknek, mert ezeket a rendszereket, az öntöző rendszereket gyakorlatilag nem vették figyelembe. Csapadékos évek voltak. Hát most ugye most megint ősz csapadékosabbá válik, de remélem, hogy ez a program tovább fog folytatódni. Úgyhogy tisztelt hölgyeim és uraim, ugye én nem közgazdász vagyok, ezt nézzék el nekem, vagy most már el is nézték, gondolom, mert az időm is lejár lassan. Én inkább az összefüggéseibe egy pár dolgot kiragadva teljesség nélkül osztottam meg ezeket a gondolatokat, de higgyék el, és ebben bízzanak, hogy a mai magyar agrártársadalom képes ezeknek a dolgoknak a elkövetésére és ennek az értéknek a megteremtésére minden külső feltétellel együtt és a magyar kormány támogatásával, amit most élvezünk. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm miniszter helyettes úrnak a előadását. Köszönjük szépen! Ha eddig nem lettünk volna nyugodtak, most ismét megerősítést kaptunk, hogy rendben vannak a dolgok. Tegnap Csányi úr is átlapozta az agrárfejezetet, mert elégedett volt vele. Ugye ez nem tudom, hogy ott voltak-e, voltatok-e, ugye ez arra volt a jele. Na most ennek ellenére azért vagyunk közgazdasági társaság, hogy nagy kép mellett azért megnézzük a részleteket. Mindjárt fogyasztók is vagyunk. Bemegyünk a boltba, és akkor azt látjuk, hogy emelkednek az árak. Nem haragszottak, most előbb írtam neked, de hogy kérdezenénk ezzel az első kérdéssel, hogy hogyan látják a szakértőink, hogy ti jöttök sorra, hogy hogyan látjátok, ha lehet ezzel a kérdésre, hogy hogyan látjátok, hogy milyen okai összetevői vannak annak, hogy a magyar élelmiszer árak emelkednek az utóbbi években. Köszönöm szépen. Dinya László vagyok, mint a nevem is mutatja itt, meg amit mutattak is rólam. Gyakorlatilag kerekasztal beszélgetés arról szól, hogy csatlakoznak egymáshoz a hozzászólók. Tehát itt most két hozzászóló volt eddig előttem, a Varga Mihály a másik teremben, illetőleg a Farkas Sándor miniszterhelyettes úr, és mind a kettő földobott néhány labdát, amit érdemes tovább vinni. Már csak azért is, mert összefügg azzal, amit kérdezti az imént, hogy hogyan lehetne ezt a nagy potenciált, amiről szó volt itt valamilyen módon, nem valamilyen módon, 21. századi módon hát kihasználni, mozgósítani, hiszen van még potenciál, hál' Istennek. A Varga Mihály annyit mondott, sok minden más belett, ami bennem itt most ide csatlakozást igényel, hogy a jövőkép éppen a rendkívül gyors változások miatt nagyon kaotikus. Tehát nagyon nehéz most mondani olyan biztos kitekintést, ami 8-10 évre azt mondaná, hogy most ez az irány, és akkor gyerünk és tegyük. Szerintem ő fölhívta a figyelmet arra, még ha nem is mondta ki, hogy itt most prioritás inkább az lehet, hogy ilyen bizonytalan, kaotikus környezetben azokat a stabilitási pontokat megkeresni, ha az élelmiszergazdaságról van szó, amelyek nagyjából azért biztosíthatnák ennek az ágazatnak, ennek a szektornak a stabilitását hosszabb távon, és amelyeket azok a fenyegetések, amelyek kirajzolódnak a jövőben, azokkal szembe tudnak szállni. Ez az egyik fontos szempont, tehát hogy ezre érdemes foglalkozni. Emiatt majd én kértem azt, hogy három ábrát vagy kettőt hadd vetítsek le, és mellé mondanék valamit, hiszen ha valaki grafikonról beszél, akkor az jobb, hogyha mutatja is, és nem csak beszél róla, mert ebben van egy érdekesség, amit érdemes megvizsgálni, és tulajdonképpen válasz arra is, amit a miniszter helyettes úr is említett, hogy csokorba szedve, melyek azok a területek, amelyeken komoly fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy ezt a potenciált elérjük, illetve mozgósítsuk, mobilizálhassuk. Úgy hívják ezt egyébként, hogy globális élelmiszerbiztonság, élelmezésbiztonsági index. Nem élelmiszerbiztonság, élelmezésbiztonság, kétféle dologról van szó itt. Egyik, amit úgy neveznek, hogy food security, ez az élelmezésbiztonság, és a másik a food safety, az meg élelmiszerbiztonság. És ez a kettő össze is kapcsolódik egymáshoz, hiszen ha az élelmezésbiztonságnak egyik lába
az, hogy biztonságos élelmiszert kell produkálni, ami ez azt jelenti, hogy kielégíti az igényeket megfelelő formában, ugyanakkor viszont más is kell hozzá. Mert ha nem megfizethető, akkor vége a dolognak. Ha nem elérhető, úgy értem, hogy az elosztása olyan, hogy nem mindenki férhet hozzá, megint nagy probléma van, és ha mennyisége nem elegendő, akkor megint probléma van. Úgy hívják ezt egyébként mostanában már közgazdászok is, hogy egy nagy trilemmával szembesülünk, nem dilemmával, trilemmával, ami azt jelenti, hogy három dolgot kellene összhangba hozni, bármilyen stratégiáról van szó. Megfizethetőség, nyilván hozzáférhetőség, és hát természetesen biztonság, minőségbiztonság, itt jön be az élelmiszerbiztonság. Az élelmiszerbiztonság, tehát magába foglalja ezt. Na most ezt szokták vizsgálni már most az utóbbi 10 évben, nemzetközi szinten, és ezt én azért szeretem nézegetni általában, mert nekem akkor mond valamit, hogy Magyarország hogyan áll ezen a szinten, vagy ebből a szempontból, ha nézem magunkat a nemzetközi mezőnyben. Azon belül is inkább az EU mezőnyében, ha már egyszer EU tagok vagyunk. És ezt az ábrát fogom felvetíteni majd, hogy 2012-től 2021-ig, az a legutóbbi évig Magyarország ebben a néhány pillérben összevetve az egészet egy mutatószámban, úgy hívják, hogy Global Food Security Index, az a globális élelmezés biztonsági index, hogy néz ki, hogy nézett ki 10 éve, hogy néz ki most, és menet közben hogy alakult. Kikkel versengünk mi ebben, és hol mi pozíciónk ebben a mezőnyben. És ennek van még 59 területe, azokról nem beszélek, de azt megnéztem végig, hogy ezen az 59 területen Magyarország hogy produkál. És kiemeltem azt a 14-et, ahol lenne még tennivalónk. Ha azt megtesszük, akkor tulajdonképpen a potenciál útjából elhárítjuk a szűk keresztmetszetet. Mondjam, vagy mutassam? Az inflációra, hogy arról még nem beszéltem, akkor még annyit hozzá, bocsánat, hogy az élelmiszerláncok kérdésköre is ehhez jön hozzá. Az élelmiszerláncok azért érdekesek, mert ha mindenki külön-külön gondolkodik, csak egyfajta termék, sok-sokféle termék van. Mindnek megvan a maga lánca. A termelésétől kezdve egészen a fogyasztóig, ma már ott tartanak, hogy a kiinduló pont nem az, hogy nem a termelés, hanem a piac. Piac húzó ereje mondja meg azt, hogy mit termeljünk, mennyit termeljünk, mennyire van szükség, és milyen összetételben, és így tovább, és így tovább. Nagyon fontos dolog, és még egy dolog, a transzparencia. Ma, amikor a digitalizáció teljes egészében átöleli a különböző ágazatokat, a mezőgazdaságot is, megjelenik a transzparencia, ami azt jelenti, hogy áttól szedtik egy ilyen lánc mentén, végigkövetik az összes tényezőt, és utána, ha valaki fogyasztó, az is kíváncsi rá, meg ha valaki egy ország azt mondja, hogy hozzám csak olyan élelmiszer jöhet be határon túlra, amelyik ilyen és ilyen címkével rendelkezik, ahol ez a nyomon követés biztosítva van. Onnantól kezdve ez már stratégiai szempont, amit érvényesíteni kell. És visszatérve az inflációra természetesen, elmondta Varga Mihály, nem kell ragozni, ebben az évben úgy tűnik a különböző nagy ügynökségek, presztízsel rendelkező ügynökségek előrejelzései alapján, hogy az energiaválság nyomán körülbelül 40-45% élelmiszerinfláció várható európai szinten. Na most nem muszáj elfogadni ezt, de ahogy közeledünk az évvégéhez, ez egyre inkább pontosítódik. Többi kollégát, hogy nekik mi a véleménye. Elmondják, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Majd visszatérek még arra. Ez lenne a kérdés, hogy kötött időkeretünk van, és a többiek is szeretnének hozzászólni. Köszönöm szépen. Pár Zsombort kérném meg, hogy... Akkor ez talán jó lesz. Köszönöm szépen. Röviden szeretnék csak arról beszélni, gyakorlatias témáról, hogy jelenleg Magyarországon miért olyan magas az élelmiszerinfláció. Ezt mindannyian érezzük a boltokban, hogy minden jóval drágább, mint az elmúlt időszakban, mint akár egy évvel ezelőtt. És ha uniós szinten vizsgáljuk meg a kérdést, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon a legmagasabb az élelmiszerek drágulásának az üteme. Augusztusban 34%-os volt ez a mutató, és megvizsgáltam fontosabb élelmiszer kategóriákat külön-külön is, és mindegyikben vagy az élen voltunk, vagy az első között. És akkor adódik a kérdés, hogy mi ennek az oka? Tehát miért van az, hogy a uniós szinten 10-12%-kal drágulnak az élelmiszerek, Magyarországon meg miért 34%-kal? És arra jutottam, hogy ennek
sok összetett oka van, és különböző hatások együtt adják meg az eredményt. Az egyik az árfolyam. Tehát a forint árfolyama különböző okoknál fogva nagyon erősen leértékelődött, és ez a leértékelődés nagyságrendekkel nagyobb volt, mint a régiós devizáké. Augusztusban 14%-os volt a forint gyengülése az euróval szemben, míg a régiós devizák azok 0 és 4% között veszítettek az értékükből. Tehát tekintve az élelmiszeripar és a mezőgazdaság jelentős importigényét, tehát ez már egy igen komoly költségnövekedést okoz önmagában a termelésben. A másik az energiaárak növekedése, minden előadáson, minden szekcióban szó volt erről, azt hiszem, hogy ezt nem kell külön esetelni, de ami miatt Magyarországon ez a hatás jobban érvényesül, mint mondjuk Nyugat-Európában, ez a technológia és a hatékonyságbeli különbség. Tehát a magyar élelmiszeripar az jóval több energiát és egyéb inputköltséget igényel egységnyi termék előállításához. Ami még fontos megemlíteni, az az árszint. Tehát egyfajta közeledést tapasztalunk most az uniós átlaghoz. Magyarországon 2021-ben átlagban 84%-a volt az élelmiszerek árszintje az uniósnak. Tehát most erről a viszonylag alacsony uniós szinten a negyedik legalacsonyabb értékről közelítünk az uniós szinthez. Ami egy nagyon lényeges pont még, ez az első fél évben tapasztalt igen expanzív költségvetési politika, tehát több kormányzati intézkedés is nagyon helyesen a lakosság elkölthető jövedelmének a növekedését célozta, ami nyilván a fogyasztói kiadásokat ösztönözte. És ehhez társult egy magas GDP növekedés, ami a munkaerőhiányjal párosulva egy elég erős béremelést eredményezett, ami szintén az infláció növekedésének az irányába hatott. Szó volt róla az előző előadásban is, hogy a magyar gabona és olajos növény termelői árszintek azok jóval magasabbak, mint a nemzetközi tőzsdei árak. Ez az idei év folyamán folyamatosan végig így volt. És ez is egy igen jelentős költségnövekedést jelent az élelmiszertermelés számára. Hát úgy gondolom, hogy ezek azok a tényezők, amik külön-külön is igen jelentősek összeadódva eredményezik ezt a magas élelmiszerárdáblást. Köszönöm szépen. Tehát mi csak a napi életre akartunk konkrét válaszokat adni. Még egy dolgot, Magyarországon 27% az áfa. Tehát ugye ennek a áfanak is ugye egy jelentős hatása van olyankor, amikor valami nettó ára ráteszük a bruttó árat. Tehát ugye ezt is látni kell. De nem azért vagyunk itt, hogy hóhogjunk, tehát félreértés ne essék. A mai napnak az a képlete, hogy egy helyzetből eljussunk oda, hogy megerősítsük azt az álláspontot, ami az elején elhangzott, hogy minden rendben van, csak lássuk azt, hogy mit kell tennünk. Ebbe az irányba akarunk menni. Látjuk, hogy nem túl jó a helyzet. Sújtja 2022-t a Covid közállapot, a háború, sújtja a időjárási változás, a klímaváltozás, aszály, tehát rengeteg problémánk van, és ez most mind kicsúcsosod. Nem tudom, Tamás, akkor nektek van, vagy ki akkor? Nem, csak nagyon röviden arra szeretnék reagálni, amikor a miniszterhelyettes úr a agrár ágazat társadalmi megbecsüléséről szólt, és hogy mennyire fontosnak tartom ezt. Én évtizedeken át dolgoztam, jó magam is az Agrárminisztériumban, és jártam számos külföldi országban, Európában és a tengeren túlon, és mindig sajnálattal fogadtam azt, hogy miközben más országokban tényleg nagy volt a mezőgazdaságnak a megbecsültsége, annak ellenére, hogy a GDP-be való részaránya még annyi se volt, mint nálunk. Itt Magyarországon a politikusok, de kicsit a közgazdászok is, technokraták is azon a címen, hogy ó, hát már csak 4%, ó, hát már csak 3%, nem egy jelentős ágazata a magyar gazdaságnak, de hogy ez most változik. És ezekben a évtizedekben, amikor ez a megbecsülés nem volt elég magas Magyarországon, akkor gyakran mondtam az ismerőseimnek, hogy
ha Ausztriába felébresztik éjszaka mondjuk a hadügyminisztert, és megkérdezik tőle, hogy mennyire fontos Ausztriának a mezőgazdaság, akkor biztos, hogy legalább 10 mondatot el tud róla mondani, el tudja mondani a legfontosabb adatait a földterületnek, a termelési eredményeknek, a legfontosabb ágazatoknak, a külkereskedelmi forgalomnak, mert a hadügyminiszter, ez csak egy példa, mindenki a kormányban és mindenki az országban a mezőgazdaság és a vidéki munka és a vidéki lét megbecsülését érezte a szívébe. Hát most már Magyarországon is belépünk ebbe a szakaszba, és ez is szerintem a magyar mezőgazdaság és a vidék jövőjének az egyik záloga, kulcsa lesz. Köszönöm, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy Ukrajna kiválóan alkalmas lenne arra, hogy csökkenjenek Magyarországon az élelmiszer árak, de ugye ennek az útjában többféle tényező áll. Nem feltétlenül az lehet a Magyarországnak a célja, hogy az ukrán olcsó termékek kiszorítsák a magyar termékeket ugye a piacról. Először is, másodszor is az ukrán importot kvóták korlátozzák. Harmadszor ugye Ukrajnának nem Magyarország és nem Európai Unió a főpiaca, hanem harmadik országok, ugye ázsiai országok, afrikai és közel-keleti országok. És akkor a legnagyobb probléma, hogy Ukrajnában kimondta, nagy problémát jelent az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer ellenőrzés, az akkreditált laboratóriumokkal is nagy problémák vannak. Úgyhogy igazából, hogyha mi egészséges, biztonságos élelmiszer szeretnénk ugye a magyar fogyasztóknak kínálni, akkor gyakorlatilag korlátozottabbak a lehetőségeink. És tudni kell, hogy Ukrajnában az agráriumnak a nyereségességi rátája az 13-15% között van, úgyhogy vannak persze ilyen tőzsdei árak, de hogy Ukrajnában van egy bizonyos kényszer ugye, valuta beszerzése, ezért ők ezt az árkérdést rugalmasabban tudnák kezelni. A magyar kormány döntése, hogy akarunk-e Ukrajnával ezzel a téren jobban együttműködni, mondjuk kiváltani bármilyen élelmiszert. Ukrajna például tojás nagyhatalom, baromfi a nagyhatalom, de ugye mi is azok vagyunk, úgyhogy igazából vannak lehetőségek, rajtunk múlik, hogy ki akarjuk ezeket használni, vagy sem. Köszönjük, akkor rátérhetünk a következő kérdésre. Igazából ugye az élelmiszerellátás, ahogy ezt önök is tudják, ugye ez egy hosszú folyamat, nyilván a növénytermesztés állattenyésztéssel indul, ezeket ugye fel kell dolgozni, utána pedig jutunk el a kereskedelmi szintre, amiről ugye most András beszélt az előbb. De a kérdés az lenne itt minden szereplőhöz, hogy ebben az egész láncban hol vannak a gyenge láncemek, mi az, amivel leginkább foglalkoznunk kell, mit gondoltok ti, hogy melyik ebből az egész láncból az, ami szerintetek a leggyengébb? Azt a két ábrát akkor felvetítem, mert illik ide. Akkor most, addig mi bekészíted, addig átadom a szót, addig valaki persze mondja, jó, hogy kihasználjuk az időt. Ki az, aki először? Köszönöm. Figyelmény kell. Most a személyes véleményemet fogom mondani. Hol vagyunk? Én kitettem az élet. Itt lesz valami, igen. Személyes véleményemet okay fogom mondani. Én úgy látom, hogy ebben az élelmiszerláncban, a teljes láncolatban, amíg a fogyasztóig eljut az élelmiszer, minden részen vannak kockázatok. A mezőgazdaság, a mezőgazdasági termelés, az van igazából az időjárásnak a legjobban kitéve, és ezért a mezőgazdaság, ahogy ebben az évben is láttuk, az alapanyag előállítás az egy olyan dolog, amire nagyon oda kell figyelni a teljes lánc során. De vannak kockázatok a feldolgozás és a kereskedelem területén is. Bocsánat, egy gondolatot ehhez kapcsolva. Addig, amíg a termelői, alapanyag termelői oldal nem tud egységes áru alapot teremteni. Ezt tudom, hogy nagyon sok gazdának komoly problémát okoz. Addig, amíg Magyarországon, ha jól tudom, 147 fajta búzát termelünk, abból hogy tudunk egységes alapot képezni? Sehogy, röviden és tömören. Vagy az, hogy tájegységenként nem beleszólni a
a gazdáknak a tevékenységébe, de bizonyos fajtákkal, tevékenységeknek a adaptálásával tudnánk ebben nagyon sokat segíteni, ha erre megfelelő fogadókészség lenne a másik oldalon. Jelen pillanatban még nincs, de ezt el fogjuk kérni, és ugyanez vonatkozik a értékesítésekre is, és a saját, tehát a magántulajdonban lévő feldolgozókra a kereskedelmi hálózatok is elkerülhetetlenek szerintem hosszú távon. Vannak már példák, de ebben még nagyon gyerekcipőben vagyunk. Jó. Ezt alá tudom támasztani szőlőtermelés oldaláról is, hiszen Döngyös környékére jövök, és tudom azt, hogy mit kínlódnak ott az emberek, azzal, hogy mindenki egy kicsi mennyiséget termel valami különleges dologból, aztán nem talál hozzá piacot. Elolvastuk legalább ezt, gondolom, bocsánat, ezt nem mondom el. Tehát lényeg az, hogy nagyon összetett dologról van szó, mikor élelmezés biztonságról beszélünk. Egy dolog, hogy megtermelni, másik az, hogy meg lehessen fizetni, harmadik az, hogy hozzá is lehessen férni, lehetőleg helyben, és ne túlságosan hosszú láncokban, mert egyébként ez a másik probléma. Hosszú láncnak egyik vége külföldön, másik vége külföldön, és közben meg itt vagyunk, mi is nem tudjuk kontrollálni az egészet. Tehát nagyon fontos dolog lenne ez, és ezt méri most, hogy hogyan néz ki ez a bizonyos, ezek a láncok hogyan néznek ki élelmiszer. Hát biztonság, élelmezés biztonság szempontjából. Itt van egy ilyen ábra. 20 euró ország van benne. Mérik ezt egy összevont mutatóval 0 és 100 százalék között. 100 százalék a tökéletes biztonság, ilyen nincs. És 0 százalék a tökéletes bizonytalanság, úgy hívják, hogy élelmezés bizonytalanság. Olyan sincs teljesen, legalábbis ezekben az országokban. És Magyarországot látjuk, a Magyarország pályája itt van ebben a 20 országban. A liliputi országokkal nem foglalkoznak, tehát az én is benne mind a 27. Itt van, Magyarország 2012-ben 68%-on volt, és ez a mezőnynek ugye a utolsó 4 tagja között. Mára elértük a 72%-ot. Igaz, hogy mások is jönnek velünk, az EU tulajdonképpen nagyjából azon a szinten van, mint régen volt. Volt 12-ben 74%-on az EU 20 átlaga, most meg 76,5-ön, tehát gyakorlatilag az EU szinten van, ezen belül vannak mozgások országok között. Magyarországnál ez a mutató azt mutatja, hogy lépünk előre, a kérdés az, hogy mely területeken vannak visszahúzó erők, amiket, hogyha, vagy szűk keresztmetszetek, ha mi is kiküszöböljük, akkor tulajdonképpen nagyon tudnánk előre lépni, gyakran tulajdonképpen éppen amiatt, hogy meg tudjuk valósítani azokat a rövid láncokat, amikkel a kontrollt is tudjuk biztosítani a láncok menetében. A globális egyébként a 113 országra úgy néz ki, hogy 57%-ról fölmentek 61-re, körülbelül kerekítve mondom, ott sincs nagy mozgás, de igazán ami érdekes Magyarország számára ez a pozíció, hogy mi Romániával, Bulgáriával, Szlovákiával vagyunk ebben a körben versenyben, és hát számosan vannak előttünk is még, tehát nekünk, ha meg lehet célozni valamit mondjuk 2030-ra élelmezés biztonság szempontjából, akkor az európai átlag elérése. Nagyon szép lenne, szerintem. Most akkor lépjünk tovább egyet még. Talán ez lenne az érdekes. Itt van az európai átlag. A 3 vagy 4 pillér kapcsán megfizethető legyen az élelmiszer, elérhető legyen, és a minősége is megfelelő legyen, meg a környezeti tényezők stabilitása is megfelelő legyen. Ez a környezet stabilitását jelenti. Nálunk itt van a legnagyobb probléma, de az Európai Unióban is ennél, hiszen a környezetünk nagyon sérülékeny. Sokféle szempontból, klíma, csapadék, stb. Tehát, ha mi el akarjuk érni az EU átlagát, mi Magyarországon, még egyszer mondom, ilyen távol vagyunk az EU átlagától, és hogyha úgy nézik ezeket a görbéket, akkor itt ez az EU minimum, ez a zöld az EU maximum, és Magyarország itt a pirosban van, a kék az pedig az átlag, bocsánat, így van. Magyarország tehát 5%-a van elmaradva az EU átlagtól, a megfizethetőség szempontjából. Nyilván itt a jövedelmek színvonal nagyon fontos ebből a szempontból. 10% a minőségbiztonság kapcsán, ami azt jelenti, hogy itt biztos, hogy van még nagy potenciál, és a környezeti stabilitás 7% plusz 7%, mert látunk még egy ábrát, és akkor kész, én többet nem beszélek. Ami biztos megvan, az EU átlagnak megfelelően az, hogy a hozzáférés fönntartjuk, az megvan. Ha ezt meg tudjuk őrizni, ellátni az embereket megfelelő mennyiségű élelmiszerrel, akkor előteremteni ezt a megfelelő mennyiségű élelmiszert, akkor tulajdonképpen ez egy EU átlagot prezentál. Ez az a 10-valahány tényező, az 59 részterületből kiemelve azokat, ahol Magyarországnak vannak még jelentős tartalékai. Beszéltünk már a hozzáférés kapcsán, infrastruktúra öntözés, infrastruktúra szállítás, elosztás,
a disztribúció, élelmiszerelosztása. Hol férnek hozzá Magyarországon a kis települések a megfelelő élelmiszerhez? Ehhez infrastruktúra is kell, nem csak akarat. Az öntözésről már beszéltünk egy az egyben. Természetesen nyilvánvaló, akkor a jövedelmi egyenlőtlenség a megfizethetőség kapcsán. Ha ezen sikerül lépni előre valamit, vagyis a szegénység csökkentése, akkor már is léptünk egy nagyot, és ez nyilván térségenként is különböző. A szegénységi küszöbön alattiak aránya. Mennyire vagyunk lefedve élelmezés biztonsági programokkal? Mennyibe kerül háztartáson belül az élelmezési költség? Ha ezeket nem vesszük figyelembe, csak csinálunk egy ilyen élelmezési stratégiát, akkor tulajdonképpen visszalépünk oda, honnan jöttünk. Tehát nekünk ezeket egy kötegbe kell kezelni, azt mondom, olyan, mint a Gordiuszi csomó. Nagy Sándor úgy menedzselte, hogy ketté vágta. Nekünk nem Nagy Sándorok kellenek, hanem olyanok, akik az egészet menedzselni tudják együtt. Most a Farkas Sándor mondta, pedig Nagy Sándorra gondoltam. Jó, a minőség és biztonság, ivóvíztisztaság, biztonságos tárolás, stb. Nem mondom még az egészet, egyébként pedig ez hozzáférhető lesz majd, hogyha akarjátok, a PDF formában, amikor a honlapra fölkerül, és akkor lehet nézegetni még, ha arról van szó. Ezt nevezik úgy együtt, hogy élelmezés biztonság, élelmiszerek biztonságos tárolása, és ami fontos, élelmiszerveszteség. 30% körül van. Van egy ilyen fogalom, hogy kukaszociológia. Szociológusok kivonulnak egy településre. Bocsánat, ne arra, hogy szeretnénk. Egy két mondat, és akkor kész. Az előbb is az. Kivonulnak ide, és megnézik, mi van a kukákban. És ahol sok értékes dolog van benne, az a térség, az a terület, az nagyon jól él. Ahol viszont kevés van, az viszont nagyon szegény. Egyértelmű dolog, és jobban lehet látni, mint bármilyen más statisztikából. Köszönöm szépen, akkor ezt tettem volna hozzá még. Köszönöm szépen, megígérem neked, hogy fölkérünk majd előadásra, de most tényleg arról van szó, hogy így van. Beszélgetés van. Tehát így van, és akkor is meg is szeretnék kérni, hogy szóljál hozzá, légy szíves. Én úgy látom, hogy Magyarország ugye versenyképességet és élelmiszer ellátás biztonságát úgy is tudnánk növelni, hogyha élnénk azokkal a lehetőségekkel, amikkel a nyugat-európai országok élnek Ukrajnában, kihasználják ugye Ukrajnának az adottságait, például a bértermeltetésre bízzák meg az ukrán vállalatokat, ők erre kimondottan nyitottak, ugye megvan a piac, a külföldi cégek viszik a vetőmagot, garantált a GMO-mentesség például, és megvan a piacok, hogy kimondottan előnyös körülmények közt tudják ezt. Ezeket a hasznokat, ezeket az előnyöket realizálni. Én megnéztem a top 120 ukrán agrárvállalkozás között 10 külföldi cég van. A legnagyobb az egy amerikai pénzügybefektető, másik egy szaudi hasonló pénzügybefektető, de van francia, holland, észt, dán, kazah és kínai cég is van. Úgyhogy szerintem élnünk kell ezzel a lehetőséggel nekünk is. Köszönjük szépen. Élelmiszerpazarláshoz annyit szeretnék mondani, hogy szeptember 29-e néhány nap múlva lesz a világ élelmiszerpazarlás elleni napja, és azt javasolom, hogy amennyire lehet, mi is valamennyien csatlakozunk ehhez, és nem csak azon az egy napon, hanem a év maradék 364 napján is. Ezzel kapcsolatban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, a NÉBIH elindított évekkel ezelőtt egy maradék nélkül nevű programot az élelmiszerpazarlás csökkentésére. Ennek keretében különböző akciók, kampányok szerveződnek, oktatás felnőtteknek, gyerekeknek, iskolásoknak. Én kérem, javasolom, de kérem, hogy minél többen nézzétek meg a NÉBIH honlapján ezt a maradék nélkül programot. Próbáljunk mi magunk is ennek a szellemébe belehelyeződni, és a környezetünkre is hatni e téren. Ugye az ENSZ 2016-ban hirdette meg a fenntartható fejlődési programját, és ennek egyik pontja azt mondja ki, hogy 2030-ra 50%-kal kellene csökkenteni az élelmiszerpazarlást. Az első évek alapján a NÉBIH Magyarországon 4 év alatt 4% csökkenést tudott megállapítani, elérni. Hát most azt javasolom, hogy húzzunk bele, és a hátralevő évekbe igyekezzünk minél inkább megközelíteni ezt az 50%-ot. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Igazából ugye az idővel való takarékoskodás miatt ezt a mai szekciót ezt úgy terveztük, hogy alapvetően Magyarországról és Európáról fogunk beszélni, de nyilván ez a téma egyébként globálisan is érdekes, és pont azzal szembesülünk, hogy az elmúlt időszakban gyakorlatilag Magyarországon és Európában pont ugyanazokkal a problémákkal, vagy hasonló problémákkal kell szembenéznünk, mint amikkel egyébként korábban gyakorlatilag csak a világ többi része nézett szembe. Itt pont olvastam az ENSZ világjellemezési programnak a honlapját. Ugye ők meghatározták ezt a 4K-nak nevezett, vagy hát angol 4C-nek nevezett 4 okot, amivel ugye szembenéz a világjellemezési program. Ugye ez a klímaváltozás, a COVID, konfliktusok, háború, illetve a költségeknek az elszállása. Hát gyakorlatilag ugyanezek vannak Magyarországon is, tehát ilyen szempontból most már nincsen különbség a között, hogy az afrikai országokban mivel néznek szembe is, és itt. Néhány számot azért akarok idehozni azzal együtt, hogy tényleg Európával és Magyarországgal foglalkozunk, de azért döbbenetesen hangzik, hogy gyakorlatilag 828 millió ember megy éhesen ágyba minden nap, tehát hogy az, amikor az élelmiszerpazarlásról beszélünk, akkor ez is legyen a szemünk előtt. Az elmúlt 2 évben a COVID és a háború során 135-ről 345 millióra nőtt azoknak a száma, akik akut éhezéssel néznek szembe, és ezen belül gyakorlatilag 50 millió ember 45 országból az éhhalál küszöbén tartózkodik, és folyamatos segélyre, megmentésre szorul. Tehát azért ezt nem árt, ha tudjuk. Attila, a következő kérdésre szerintem rátérhetünk. Én voltam a legnagyobb ellenzője, hogy a háborúról beszéljünk, de hát a hatásairól kell, és ugye a tegnapi plenáris üléseken is elhangzott meg most is a háború hatásai és következményei, tehát akkor érintsük. Tehát ugye itt lépten nyomon az élelmiszer ellátás biztonságáról van szó. Miniszterhelyettes úr részéről és többször is a kormányzat részéről hallottuk, hogy ezzel nincsen probléma. Akkor mégis beszéljünk egy kicsit arról, hogy elhangzott itt, hogy az Oroszország-Ukrán Ukrajnát együttesen 10%-át adja a gabona exportnak a világ részére, hogy ez okozhat-e Magyarországnak, illetve Európának veszélyt potenciálisan az élelmiszerellátás területére? Kérdezem tőletek, Ukrajna szakértő. Én csináltam egy kalkulációt a 2021-es, ugye a múlt évi ukrajnai termény adatok alapján, megnéztem a régiókból, hogy mennyi volt a termés, és kiszámoltam, hogy mit veszítene Ukrajna ugye 4 megye elvesztésével, és 4 plusz 3 megye elvesztésével. Ugye a 4 megye ez a Luhansk, Donetsk, Zaporizsia és Herszon. Ez a 4 megye, ahol most ilyen népszavazás történik, hogy csatlakoznak Oroszországból. Ugye ezeken a részeken most vagy háború van, vagy elfoglalták Oroszország és a helyi szakadárok elfoglalták. Gyakorlatilag a mezőgazdasági termelés itt bizonytalan, és a plusz 3 megye, a szomszédos 3 megye lenne, ez Harkiv, lenne Dnipropetrovsk és Mikolajiv, ez a plusz 3 megye. Hogy arra az eredményre jutottam, hogyha ugye a szóját és a kukoricát nézzük termésben, akkor még a 7 megye elvesztése is mindössze 10%-os veszteséget jelentene Ukrajnának terményben, ami persze nagy mennyiség, de én úgy gondolom, hogy ez kezelhető mennyiség. Viszont a probléma az ugye a napraforgóval és a búzával lenne, mert ott a 4 megye elvesztése az olyan 20% körüli veszteség, terményveszteséget jelentene az országnak, de a 7 megye az már 45%-os kiesést jelentene, ami már nem csak Ukrajna, hanem világ szinten is nagy érvágás lenne, mert ugye a háború zónáról van szó, és ugye probléma az is, hogy az ukránok export lehetőségei beszűkültek, és idén úgy hallottam, hogy nagyon sok helyen például kukorica helyett és a napraforgó helyett például szóját vetettek és hajdinát, és a takarmány felé mennek el, nem az élelmezés célú termények felé, úgyhogy ebből lehet, hogy lesz probléma. Köszönjük. Igen, még egy dolog, amire nem utaltam, de fontosnak tartom, miniszterhelyettes úr is említette a vidékfejlesztés, térségfejlesztés, foglalkoztatás,
elég sok térségfejlesztési projektben vettem részt, mondjuk legutóbb Heves megye hét kis térségeben próbáltuk ezt fölplankolni, és volt olyan térség, ahol azt mondták, hogy önök fejlesztésről beszélnek, azt, hogy halottat fejleszteni, először életet kell tenni. Ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok munka van, és nincs két egyforma térség. Tehát, hogyha itt akarunk valamit megoldani, akkor úgy szokták mondani, nem best practice, jó gyakorlat kell, olyan nincs. Az egyik helyen működik, másik helyen nem. Good practices, helyi jó gyakorlatok, amiben azt jelenti, és ebből még nem sokat beszéltünk, hogy ez nem csak kormány feladat. Ez feladat egy nagyon szoros kooperációban, itt szoktuk mondani, kötelékben repülni. Kormányzati intézmények, nyilván gazdálkodók, illetve vállalkozások, lehetőleg legszélesebb számban civilek. Olyan civilek, akik valóban civilek. És nyilván ez a hálózat még nem áll meg a határokon sem. Kooperáció EU-ban is. Kooperáció, nemzetközi kooperáció is fontos hozzá, mert csak így lehet megoldani azokat a fejlesztéseket, amelyek nélkül nem működik a vidék. Nem csak egyféle tőke kell a vidéken. Kell hozzá természetesen gazdasági tőke, minden két formája van, pénz, meg infrastruktúra. Kell hozzá humán tőke, azaz munkára alkalmas és munkára képes emberek, és kell hozzá közösségi tőke, és nem szerintem természetesen természeti tőke, amiről beszélünk egyfolytában a vidék kapcsán. Ha ezek bármelyike hiányzik, vagy szűk keresztmetszet, arra áll be a teljesítmény. Nagyon fontos, tehát a kooperáció, ezt akarom mondani, és hogyha ilyen stratégiákról beszélünk hosszú távon, akkor ez a fajta együttműködés nagyon fontos, hogy megvalósuljon szerintem. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Sombor? Köszönöm szépen. Csak néhány szót szeretnék ejteni arról, hogy ugye az ukrán gabonaexport kiesése milyen hatással lehet Magyarországra. Az a jó érem, hogy élelmezés biztonsági hatása igazából nincsen. Magyarország messze önellátó a legtöbb évben a gabonafélékből. Igazából az árakat emeli, ami az inflációra lehet hatással. Növénytermesztőknek nyilván ez kedvező, állattenyésztőknek a költségeket növeli. A háború hatása sokkal inkább az energia piacon realizálódik. És hogy melyik a leggyengébb láncem, akkor ebből következik, hogy véleményem szerint az inputok és az energia rendelkezésre állása. Tehát egyrészt az áruk emelkedése, másrészt az, hogy lesz-e műtrágya, azt tudjuk, hogy uniós szinten műtrágyagyárak 70%-a nem működik. Tehát az kérdés, hogy ha fennmarad ez az árszint, akkor mennyi műtrágya lesz hozzáférhető, illetve hogy az energia lesz-e gáz elsősorban, és áram, és ahhoz hogyan férnek hozzá a cégek. De azt halljuk szakmai körökből, hogy egyre nehezebben kötnek szerződéseket az energiakereskedő cégek a vállalkozásokkal. A magas árak miatt nagyon nagy a kockázat, amit kezelni szeretnének, és olyan feltételek vannak, mint például, hogy bankgarancia legyen, előre fizessenek a cégek, euróban fizessenek, akár vagy azt a mennyiséget, amit leszerződnek, kötelezően vegyék át. És ez például egy baromfi ágazatban, ez utóbbi, amikor a malárinfluenza miatt igencsak ingadozhat a termelés, ez egy eléggé vállalhatatlan kockázat. Tehát én összességében úgy gondolom, hogy a háború hatása az elsősorban ebben a legjelentősebb, hogy lesz energia, milyen áron, lesz-e műtrágya, és nagyon drága lett a finanszírozás. Professzor úr felvetett egy gondolatot, és ez szerintem egy sarkalatos kérdés a jövő agráriuma szempontjából, ez pedig az a társadalmi pozíció, amit a vidéki társadalom betölt ma Magyarországon. Ez legalább olyan fontos, mint az éghajlat meg a műtrágya, vagy talán még annál is fontosabb. Éppen ezért én nekem van egy kedvenc programom, ha szabad ezt mondani, nem én találtam ki, én is csak inkább csak segítője meg részesei vagyok, ez pedig a Magyar Falu Program, ami jelentős segítséget ad a kis településeknek, adott eddig, és adni fog ezután is, hogy az a megfelelő infrastruktúra kialakuljon, óvoda, bölcsöde, ez tudom, hogy nem agrárkérdés, de higgyék el, hogy ide tartozik. Az, hogy megfelelő óvodába, bölcsödébe tudják a családok biztonságosan elhelyezni a gyereküket, iskolába,
szép környezet legyen, orvosi rendelő legyen, orvosi ellátás legyen, gyógyszertár legyen, egyházi ingatlanok legyenek. Ezek mind ahhoz hozzátartozik, hogy egy ember egy kis településen, egy család jól érezze magát. Ha már pedig jól érzi magát, megkap aránylag minden lehetőséget, és sokkal tisztább ugye mondjuk a környezetet egy kis településen, mint egy nagyobb városnak a közepén, akkor az az erő, amit mi vidéki lakosságnak hívunk, az ad arra garanciát, hogy igen, az agráriumban is sokan tudnak innen biztonságosan elhelyezkedni, és azokat azokban segíteni, amiről eddig beszéltünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kettő mondatot szeretnék én is hozzáfűzni, utalva a tegnap elhangzott előadásokra. Ugye tegnap is elhangzott, hogy ugye Covid után, Covid közt az egész nyugati gazdasági világ a felpattanást segítőleg, a jegybankok ugye támogatták a beruházásokat, tehát kvázi hozzájárultak az inflációs folyamatok elindításához, amire jöttek rá a mezőgazdaság és élelmiszeripar területén ezek a speciális esetek, amit itt a kollégám is említett. Tehát ezek ráépültek erre a folyamatra, együttesen jelentkeznek. Most a tegnapi nap nagy tanúsága, meg általában a nagy tanúság, hogy emberek ébredjünk föl, mit kell csinálni. Én úgy gondolom, hogy elhangzott, hogy pánikra nincsen ok, hiszen Ukrajna és az Oroszország együttesen a világ gabona exportjának 10%-át adja. A világpiacon nincsen hiány, tehát előbb-utóbb be lehet szerezni, csak kérdés, hogy mennyiért, milyen áron, milyen minőségben. Ugye itt ez az egyik, a másik pedig ugye azt mindjárt tudjuk az életben, hogyha egyszer valaminek fölmegy az ára, az nem szokott lemenni. Tehát hozzá kell szokni, hogy minden drágább lesz az energia is. Ha pedig valami drágább lesz, akkor tudatosan kell spórolni. Nyilván ez a közös agrárpolitikában is benne van már most is, a hatékonyabb feldolgozásoknak a támogatása révén, illetve azt szeretném a kormányzati szándékot megerősítve, hogy és csatlakozni miniszterhelyettes úrnak a gondolatához, hogy a kormány már döntött. Tehát olyan magas saját kiegészítéssel egészíti ki a vidékfejlesztés területén az uniós támogatási forrásokat, amivel csak lehet. Tehát itt van lehetőség, tehát maximálva van. Tehát itt van előttünk a lehetőség, ezt kell jól kihasználni, hasznosan kihasználni, és most lehet látni, hogy fókuszba a takarékosság került. Mind az élelmiszer területén takarékoskodnunk kell, mind pedig az energia területén. Most nem tudom, hogy itt a hallgatókkal nem volt egyeztetve, de itt van közöttünk egy gyakorló virágkertész, aki nagy energiafelhasználó, hogy nem tudom, Attila, megkérhetnélek, hogy mondd el a véleményet az energia takarékosság lehetőségeiről néhány percbe. Gyakorlati példát halljunk. De ez nem volt megbeszélve, de ez életszerű eset. Csak röviden, Attila, te is. Hát akkor ki sem menjek odáig. Köszönöm, tényleg nem volt megbeszélve, sokat jegyzeteltem itt. És hát, hogy abban a helyzetben, amiben belesodródtunk, a baráti társaságban is szoktam említeni, hogy lehet az, hogy azt gondolják az emberek, mondjuk a 97% vagy 3% teljes biztonsággal el fogja tudni látni élelmiszerre. És ugye ez a megbecsülése, a vidéknek a megbecsülése. És hogyha mondjuk nincsenek ilyen kritikus vagy sok helyzetek, mint ez a járvány, meg az energiaválság, akkor ez valószínűleg sikerül. De egyébként meg nagyon nehéz kérdés ezt megoldani, és ugye erre az szokott lenni a válasz, hogy valahogy úgy is megoldódik, eddig is megoldódott, és mindig volt elég élelmiszer a polcokon. Tehát ez szerintem egy nagyon nehéz kérdés most, és az látszik, hogy most ebben a pillanatban azért az emberek nem költenek többet élelmiszerre. Tehát ez a kiadás nem nőtt. Az árak viszont igen. Viszont az is elképesztő volt, hogy egy ilyen nagy áruházba bement az ember, és ilyen csomagolt élelmiszerből gyakorlatilag a polcok, pultok annyira tele voltak, hogy tehát elképzelhetetlen volt, hogy annyi mennyiségű élelmiszert el lehet adni. Tehát volt egy bizonyos túltermelés, volt egy nagymértékű
kukába került élelmiszer is, és most ugye a kiskereskedelmi láncoknál az látszik, hogy ugye a forgalom nem nő. Úgyhogy közben viszont az árak nagyon jelentősen nőttek. És hát így könnyű, így lehet spórolni egyébként, hogy kevesebbet fogyaszt az ember, kevesebb energiát használ, és hogy erre hogyan lehet fölkészülni, tehát nagyon nehéz. Tehát a kitettsége a feldolgozóknak, a termelő üzemeknek ilyen szempontból, hogy mondjuk egy energiaár, amikor azt mondták a 2018-12-es válság idején, amikor a gázenergia gyakorlatilag 8-ról 12-ig meg 4-szereződött. És a gázár Hollandiába fölemelkedett 15 eurócentről 28 eurócentre, akkor rendkívül sok üzem tönkrement, és azt mondták, hogy itt a világ vége van. És amikor tavaly arról beszéltünk, hogy fölemelkedik az energiaár, mondjuk a 20 forintos áramárból lesz mondjuk 30 forint, azt mondtuk, hogy nem fogja kibírni a gazdaság. És most Hollandiában gyakorlatilag, meg Dániában, amiről miniszterhelyettes úr is beszélt, az energiaárok gyakorlatilag a 10 és a 20-szoros ár között mozognak. Tehát én azt számoltam, hogyha kiesik annak a termelésnek a fele, mert hogy most vagy a felét ütetik be, vagy egyáltalán nem ütetnek, az egy olyan, nem akarok nagy számot mondani, de 100 milliónál több embernek a zöldségellátását érinti, a friss áru ellátását. Az a termelési potenciál, ami kiesik. Tehát ha az a válasz, hogy majd úgyis meg fog oldódni valahogy, hát nem fog megoldódni szerintem. Szóval egy könnyen. Tehát az, hogy azt láttuk, hogy a boltokban mindig van elég élelmiszer, tehát most ez a helyzet, ezt szerintem nem teljesen biztonságos. Magyarországon nagyon jók a lehetőségek. Itt a rengeteg víz, ami ugye nagyon nagy előny, a rengeteg napfény, tehát az egy óriási potenciál. Viszont Magyarországnak minden egyes tájegységét egyenként kell vizsgálnunk a termelés szempontjából, mert egy Alföldet abszolút nem lehet összehasonlítani a Balaton környéki termeléssel, vagy a Borsod megyei termeléssel. Tehát ahogy a kukoricának hiányzott a pára, ugyanúgy a kertészeteknek is hiányzott a pára, és a manapság már egy korszerű üvegház például február végétől párát kell gyártani az üvegházba. Elképzelhetetlen volt ez 10 évvel ezelőtt, ha erről beszélünk. Február végén a külső páratartalom 20-30%, és a növénynek 50-60%-ra van szüksége. Tehát az ártermesztés technológia fele megy minden. Lehet, hogy 20 év múlva, bocsánat, de a kukoricákat is le kell takarni egy védő erdővel a szántóföldön, úgy, mint ahogy a gyümölcsöket már letakarják Olaszországban, meg Izraelben. Elnézést, de én... Köszönöm szépen. Kulcsmondat alatt nem mondtad el. Attila is részese volt a februári konferenciánknak, ahol nagyon nagyszerű előadást tartott. A jelmondatod az, ha megengedett idézem tőled, hogy a technológiai fejlesztés nem kopogtat be magától az ablakon. Tehát ahhoz, hogy hatékonyságot, növelést érjünk el, energiafelhasználásba csökkenést érjünk el, ahhoz fejleszteni kell. Ehhez elhangzott, a kormányzati támogatás megvan. Tehát megvan a szándék, és te se az a fiú vagy, aki letett fegyverrel várja az eseményeket. Tehát ezt akartam hallani tőled, és köszönöm szépen a véleményedet. Nem tudom, akkor... Adjuk meg a lehetőséget a közönségnek szerintem, mert nagyon halad előre az idő. Úgyhogy hadd kérdezzük meg, hogy akkor van esetleg olyan kérdés, amire itt a szakértőktől választ kaphatunk. Egyelőre még nem született meg. Nekem volt egy e-mailben beérkezett kérdésem olyan résztvevőtől, aki szegény egy másik szekcióban érintett, és ezért nem tud részt venni, úgyhogy akkor engedjétek meg, hogy föltegyem az ő nevében. Az volt a kérdése, hogy mi az oka annak, hogy az Eurostat kategorizálás szerinti főcsoportokhoz képest itthon szélesebben méri a tárca az export és az import körét. Milyen megállapodás van ebben az Eurostattal? A tárcához szól a kérdés. Csomborhoz. Köszönöm szépen.
nem megállapodás, hanem módszertan kérdése. Igazából az Eurostaton is megtalálható mindkettő, amit mi használunk, semmit ők. Tehát amit gondolhatott a kérdező, az az egyik az SITC módszertan, élelmiszer, ital, dohány termékeknek a külkereskedelme, ami egy szűkebb kör annál, mint amit mi az Agrárminisztériumban agrár külkereskedelmemnek nézünk. Mi a kombinált nomenklatúra első 24 árusoportját nézzük, tehát ez egy bővebb kör, tehát itt vannak olyan mezőgazdasági termékek, amik nem feltétlenül élelmiszerek. Tehát például a repce, amiből biodízel lesz, de van jó néhány ipari alapanyag. Tehát mi agrár terméknek, agrár exportnak tekintünk mindent, ami mezőgazdaságból, vagy az élelmiszeriparból, vagy a mezőgazdaságra épülő feldolgozóiparból, például a biofinomítók származik. Köszönjük szépen! Most mondja a miniszter helyettes úr, hogy elnézést kér, de neki el kell menni egy másik nagyon fontos megbeszélés. Nagyon szépen köszönjük, hogy... De köszönjük szépen még egyszer, és elnézést, hogy nem kísérjünk ki miniszter helyettes urat. Parancsolja. Bocsánat. Összefüggő persze természetesen mindennel. A vidékfejlesztés kapcsán még egy dolgot el kell mondani mindenképpen. Ugye szóba került, hogy 3%-nyi ember termeli meg 97%-nak, nem csak 97%-nak, hanem még exportra jutó mennyiséget is élelmiszeripar kapcsán, illetve az élelmiszertermelés kapcsán. De egyet ne felejtsünk el, ember nélkül nem fog menni a dolog. Tehát, hogy nulla ember termelje meg a 100%-ét, az lehetetlen. Magyarán szóval azt akarom mondani, előrejelzések vannak Magyarország 3200 településével kapcsolatban, amelyek közül 1000 nem fog létezni 2040 táján már. Most 60-valahány év az átlag életkor, és fiatalok nem maradnak. Ember nélkül a dolog nem működik, tehát nagyon sokat, nagyon komolyan lépéseket kell tenni, mert mindig abban indulunk, hogy most van, de ki tudja, hogy lesz-e még 10 év múlva, vagy 20 év múlva olyan ember, aki ezt csinálja, miközben digitalizáció van, és miközben olyan emberek kellnek hozzá, akik ehhez is értenek. És valószínűleg nem Budapestről utaznak ki majd vidékre, hogy ezt ellássák, ezt a munkakört. Tehát nagyon fontos lenne így az egészet összefüggésében átgondolva csinálni, és erre mondtam az imént a Gordiuszi csomót, hogy élelmiszerbiztonságról beszélünk, de itt a szegénység és még sok minden más nagyon fontos még ugyanebben a kötekben, hogy így legyen kezelve. Na ezt majd a többi ábról mutatja, amit nem fogok most vetíteni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Miniszter helyettes úr, ugye ideje szűkössége miatt kénytelen volt elmenni. Ugye, mint az bevezető részben mondtam, mi itt a gyakorlati oldalról közelítve próbáltunk közvetíteni azt a fő gondolatot, amit tegnap is elhangzott, hogy alapvetően azért a kockázatok mellett is biztonságban van az ország. Itt a legnagyobb kihívást ugye tegnap is és a mai nap is az energiaellátás jelentette, hiszen az energiaellátás is összefügg az input anyagok termelésével, csak a műtrágyára elég, ha gondolunk a mi esetünkben. Én úgy gondolom, hogy az idei év az Magyarországon biztosítva van, tehát hogy az ember járja az országot, akkor az őszi munkák gyakorlatilag finiselésben vannak, tehát nem kell aggódnunk. De ugye mindenképpen azt szeretném közvetíteni, hogy a köztudatban nem megy át eléggé az, hogy takarékoskodnunk kell, mind az energiával, mind az élelmiszerrel. Tehát ezt próbáltam itt közvetíteni, hogy a háború miatt pánikszerű baj nincsen, de lehet, mert csinálunk magunknak, mert olyanok vagyunk, de nincsen pánikra ok, ugyanakkor mindenkibe föl kell ébreszteni azt a személyi felelősséget, hogy saját magáról gondoskodjon, és mind az energiafogyasztása területén is hozzájáruljon a közösség javára azzal, hogy saját maga is kevesebbet fogyaszt, és ugyanez legyen az élelmiszer fogyasztásunk területén. Tehát a felelős élelmiszerfogyasztásra szeretnék mondani, teljesen egyetértek különben professzor úrnak az elmondott gondolataival. Még csak két dolgot érintenék röviden, mert amikor készültünk a mai kerekasztal megbeszélésre, akkor a listánkba felvettük még a rövid ellátási lánc témáját,
meg felvettünk egy olyan kérdést, hogy vajon most, hogyha az élelmiszer árak ilyen jelentősen emelkednek, és ugyanakkor, ahogy a egyik kedves hozzászóló is elmondta, a lakosságnak a élelmiszer vásárlásra fordítható összege már nem növekszik, hogy akkor ez nem fog az élelmiszerek minőségének a romlásához vezetni. Most a rövid válaszaim a második kérdéssel kezdve nem fog vezetni, és nem is vezethet az élelmiszerek minőségének a romlásához, hiszen azokat nagyon szigorú előírások szabályozzák, alapvetően Európai Uniós előírások, de Magyarországnak is van egy élelmiszerkönyve. Ez az élelmiszerkönyv a tervek szerint rövidesen kikerül az Agrárminisztérium honlapjára, és ott is bárki utána nézhet és ellenőrizheti a termékek összetételét és minőségét. Tehát a nyomás az élelmiszer termelőkön az irányba van, hogy ne a minőség rontásával, vagy gyengítésével, nem is jó szó ez a rontás, gyengítésével keressék a eltűnőbe levő profitjukat, hanem azokkal a megtakarítási lehetőségekkel, amelyekről itt nagyon sokat beszéltünk az elmúlt másfél napban, illetve olyan új termékekkel jelentkezzenek a piacokon, amik valós igényeket elégítenek ki, de esetleg az előállításuk kevesebb energia, kevesebb költségráfordítással jár. És itt a kevesebb költségráfordításnál kapcsolódnék tulajdonképpen a másik témához, a rövid ellátási lánc kérdéséhez, ami alatt tulajdonképpen azt értjük, hogy a termelőtől minél rövidebb úton jusson el a fogyasztóig a termék. Itt ebben a kérdésben van egy bizonyos ellentmondás, hiszen egyik oldalról mindegyre a koncentrációról beszélünk, a mérethatékonyságról, tapasztaljuk is, hogy a mezőgazdasági üzemek, az élelmiszeripari üzemek, a kereskedelmi láncok egyre nagyobbak lesznek. Látjuk időnként az autópályák mellett a logisztikai központokat, és látjuk azt a rengeteg kamiont, főleg ha autópályán megyünk, hát lassan csak egy sávot lehet használni, mert a másik sávban kamionok közlekednek, és ezeknek a kamionoknak nagy része élelmiszert szállít. Tehát ez a koncentráció az egyik oldala a dolognak, de a másik oldala pedig a rövid ellátási lánc, amely energiát, költséget lehet megtakarítani, és igen, talán egy kicsit kényelmesebb bemenni egy nagy szuperlánc, szupermarketbe, és ott mindenfélét összevásárolni. Bár ha figyelembe veszik, hogy mennyi időt töltünk el ott, és mennyi fölösleges dolgot vásárolunk, vagy annak gondolt dolgot, akkor talán érdemesebb elmenni a piacra. Jó, magam is előszeretettel járok a Lehel-téri piacra és az újpesti piacra is. Érdemes ott körülnézni, megnézni az árut, termelőktől vásárolni. Nagyon sok termelői piac működik hétvégeken, vidéken is. A miniszterhelyettes úr által is említett stratégiai tervben a 2023-27-re, ami meg fogja határozni a magyar mezőgazdaságnak a Európai Uniós közös agrárpolitika keretein belül történő fejlesztését, tehát ebben a új stratégiai tervben is jelentős tényező lesz a rövid ellátási lánc, a helyi piacok létrehozatalának a támogatása, és minden olyan termelői közösség, fogyasztói közösség fejlesztése, ahol direkt kapcsolat alakul ki a termelő és a fogyasztó között. Tehát próbáljuk magunkat is, a gondolkodásunkat, szemléletünket is, gondolkodásunkat egy kicsit olyan irányba eltolni, hogy jó, a hétvégén húslevest szeretnék főzni, ahhoz kell sárgarépa, fehérrépa, vöröshagyma, stb., de nem a szupermarketbe fogok elmenni megvásárolni feltétlenül, hanem olyan helyre, olyan
piacra, vagy olyan termelői közösségtől vásárolom ezt meg, akikben megbízom, és ahol alacsonyabb költséggel és alacsonyabb áron, de jó minőségben jutok hozzá ezekhez a termékekhez. És hát a stratégiai tervben mind a rövidellátási lánc, mind pedig a úgynevezett mezőgazdasági minőségpolitika fejlesztése fontos szerepet játszik a jövőbe is, tehát minőségromlástól nem kell tartanunk, hanem inkább az egyéb módjait kell, például az élelmiszerpazarlás csökkentését, vagy a üzemeknek a megfelelő beruházásokkal, energiahatékonyság növelését, és ezzel kell próbálnunk hosszabb távon is a jó minőségű és hozzáférhető áru élelmiszereket biztosítani. Köszönöm. Köszönjük szépen. Téged szeretnél kérdezni mégis, hogy te hogy látod, hogy globálisan, most egy kicsit kitekintve a nemzetközi kereskedelem területére, hogy akkor milyen kockázatok jelentenek, milyen kockázatokat jelent tényleg ez az európai háború, illetve hogyan látod összességében a kereskedelmi helyzetet az élelmiszerbiztonság tekintetében? Emellett én még az energiabiztonság kérdésére is szerettem volna még kitérni egy gondolatban, hogy ugye ez az áram és földgáz hiány, ugye jelentkezne Ukrajna, hogy ő segítene Európának csökkenteni ugye a villamosenergia függőségét vagy hiányt, de ugye én úgy látom, hogy ez gyakorlatilag ez lehetetlen, Ukrajna nem tud segíteni, ugye a legnagyobb atomerőművet, a Zaporizsjait azt elvesztette, a második atomerőmű nagyon közel van a fronthoz, szénbányájának a felét elvesztette, az a Donyeck megyében, Donyeck térségben található, vagyis már ők maguk is a hőerőműveik is ellátási problémákkal fognak küzdeni, már most a télen. Ugye a naperőmű parkjaik azok mind délen vannak, vagy elfoglalt területeken, naperőmű és szélerőművek, hatalmas parkok vannak, norvég befektetők, mindenféle külföldi befektetések formájában. Ezeket vagy elfoglalták, vagy rövidesen el fogják foglalni. Én úgy látom, hogy mindenképpen ezt a háborút valahogy rendezni kell, le kellene zárni a háborút, csak akkor lehet igazából, akkor fognak megnyugodni a piacok, addig szerintem egyre nehezebb lesz a helyzet, valahogy a feleknek megállapodásra kell jutniuk, és amint ugye megnyugszik ez az állapot, valamilyen status quo kialakul, akkor szerintem Ukrajnát az Európai Unió valamilyen komplementer gazdaságként nyomban be tudná húzni maga mellé, és akkor ez megoldás jelenthet ellátási problémákra, gazdaságra, munkaerőre. Én ebben látom a megoldást. Azt kell tudni, hogy ahogy említettem, hogy Ukrajnában ugye problémát jelent a minőség ellenőrzés, ezek a laboratóriumok problémát jelentenek, de ugye ezek nem törvényi szinten, mert a megfelelő törvények ezek Ukrajnában rendelkezésre állnak, ezeket be kell tartani. Igazából, hogyha az ukrán kormány elszánt lenne, hogy ezeket az elvárásokat, az Európai Unió szabványokat, elvárásokat betartsák, akkor szerintem ezt egy éven belül rendbe tudnák tenni ezt a gazdaságnak ezt a részét. Beszélünk a GMO-mentességről, hogy törvény szerint Ukrajna törvények alapján GMO-mentes, mert ugye a GMO vagy vetőmagokat regisztrálni kell, de ugye egy vetőmag nincs regisztrálva, és felmérések alapján mondjuk kukoricában a területek 20-50% a GMO szennyezett, attól függ, hogy éppen melyik megyéről beszélünk, de szójában ez 70-90%. Szóval ha ezt sikerül rendbe tenni, akkor ez kiutat jelentene ebből a válságból szerintem. Ha nem is rövid távon, de egy középtávon biztosan. Köszönöm szépen. Azért kérdeztem a kereskedelemre rá, mert ugye lehet olvasni a nagy nemzetközi elemzések jelentéseit, hogy kezdenek helyreállni a rövidebb, hosszabb ellátási láncok, és ennek következtében ugye mind az energiaellátási árak is az év végére csökkenő prognózist is mutatnak, és ez az élelmiszer árakra is várhatóan érvényesülni fog. De hogy milyen problémák adódhatnak? Az ember az felejt, mert ugye nagyon pontos tulajdonsága az embernek, hogy felejt, de emlékezzünk rá, talán tavaly vagy tavaly előtt volt, amikor a Szuezi csatornán keresztbe fordult egy úszály. 3 hónapig lezárta a Szuezi csatornát, és a Szuezi csatornának az az egy jellemzője még az előzőek mellett, hogy csak egy irányba lehet egyszerre haladni rajta, mert kicsire lett megépítve annak idején. Tehát 3 hónapon keresztül maga az ellátási láncszat, vagy az ellátási láncszat, a fizikai létezését is értsük, azt jelentette, hogy újra meg kellett kerülni Afrikát, mint azelőtt.
Hát emlékezzünk, és ráadásul minket, mint agrárosokat érint, egy csomó élő állatot szállítottak rajta. Hagyd ne ragozzam az állatvédők aktuális problémáit, de azokat is kezelni kellett. Tehát ezek háború nélkül is vannak, tehát ezek azonnal jelentkeznek, tehát ilyen az élet, hogy kockázatokkal működik, de ugye nekünk arra kell készülni, hogy ezeket a kockázatokat kezelni tudjuk. Nekem nagy tanúsága, hála Istennek a tegnapi meg a mai beszélgetések is, hogy én úgy látom azért, hogy abban egységesek voltak a nagy előadások is, és a kisebb beszélgetések is, hogy végül is látjuk a problémát, és ha látjuk a problémát, akkor már az egy nagyon fontos dolog, mert tudjuk, hogy mit kell kezelni. Ennek a problémának meg az az üzenet a tegnapi nap folyamán is, hogy az energia nem lesz olcsóbb. Az árak nem fognak lemenni. Ehhez kell hozzászokni, és ehhez kell megtalálni azt az alkalmazkodási módszert a mezőgazdasági és élelmiszeripar területén is, amely mellett boldogulni lehet. Ez pedig a hatékonyság. Még egy dolgot, csak úgy érdekességként, hogy itt elhangzott a, bocsánat, mert most tényleg nem akarom túllépni a keretben, de a vidéki lakat, tehát a vidéken lakás és az agrár tevékenység élelmiszerellátásban dolgozóknak a megbecsülése. Olvastam itt egy angol alsóházi elemzést, ami az volt, hogy azt vizsgálták, hogy na, a Brexitnek milyen hatása volt a szezonális munka végzésre, a szezonális munkaerő ellátottságra, illetve arra, hogy valóban lusták-e az angol britek a mezőgazdaságban dolgozni. Ez így le volt írva, konkrétan. És azt a kettőt hozta be, hogy igen. Oltári nagy öngolt lőtek a Brexittel, mert pont a Brexit és a Covid nekik egybeesett. A határzárak miatt ugye a Kelet-Európáról megszakott munkaerő nem tudott beáramlani. Ennek az lett a következménye, hogy egyrészt nem tudták pótolni, másrészt meg a bármivel pótolták, az drágább volt, és nem volt olyan hatékony, és nem volt olyan jó minőségű. És ennek az lett a következménye, hogy pánikszerűen elrendelték, az alsó javasolta, hogy ki kell nyitni a határokat, be kell hozni, ha kell, hanem korábbi munkaerőt. Hosszabb távon meg igenis robotokkal kell leszetetni a kertészetbe is a terményeket. Tehát ez a robotizáció. Csak ugye ez meg azt veti föl, hogy valóban igaz. Hát 8 milliárd ember él a Földön. 3/4 nem dolgozik. Hát miért az a legdrágább, amiből a legtöbb van? Mondjuk ez sajnos Magyarországon is igaz, mert nálunk is az a baj, hogy ez más kérdéseket vet föl. De tegnap is pont csodálkoztam, az ÁSZ elnöke felvetette, hogy a pedagógusok szegények ugye nem éri el a növekedésük, a fizetésük növekedése a társadalmi átlagot. Nagyon szép eredményt ért el a mezőgazdasági és élelmiszeripari szféra, ezt is elemeztem én is, de jelentem, az átlag alatt van továbbra is. Tehát ne várjuk, hogy a fiatalok özönlenni fognak a szép szóra, akkor fognak oda menni, hogyha magasabb pénzt fognak keresni. Ennek két formája van, vagy a vállalkozói réteg, annak van esélye, vagy az alkalmazotti rétegnek a tisztességesen meg kell tudni fizetni a bérét. Ennyi. Tehát földön járunk, látni kell, hogy továbbra is alacsony a... Tehát ezek, most megvan rá jó szándék, megvannak rá források, vidéket fejleszteni kell, mert a hosszú távú fenntarthatósági feltétele a vidéken élés, hát meggyőződése, azért vagyunk itt, mindjárt ezt képviseljük. Úgyhogy én átadom a szót, akkor Tamás, neked bocsánat, egy kicsit hosszabb lettem. Semmi gond, köszönöm. Igazából, mivel elérkeztünk az időnk végéig, és szeretnénk azzal itt a résztvevőket, akik bejöttek meghallgatni minket, megtisztelni az, hogy legyen kávészünetük még mielőtt elkezdődik a következő szekció. Úgyhogy nagyon szépen szeretném megköszönni először is előadóinknak, hogy eljöttek, elfogadták a meghívásunkat, és megosztották velünk a szakértelmüket, szaktudásokat. Másosorban természetesen a közönségünknek, hogy beültek és meghallgattak minket élőben. Annyit azért hozzátennék, hogy az összes többi szekció is természetesen megtekinthető, meghallgatható lesz majd az MKT-nak a YouTube csatornáján. Tehát ugye köszönjük, hogy minket választották, de a többieket is természetesen utólag majd meg lehet hallgatni. Tehát MKT YouTube csatorna, MKT podcast csatorna, itt mindenféleképpen hozzáférhető lesz az összes előadása a vándorgyűlésnek. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttek, és jó étvágyat, illetve jó szekciózást még a következőre.